Elkezdődött a Westbalkán per másodfokú tárgyalása. A Westbalkánt üzemeltető cég egyik vezetőjének ügyvédje szerint voltak menekülő útvonalak, az elsőfokú bíróság és a nyomozó hatóság azonban számtalan hibát vétett a munkája során. Korábban mind a négy vádlottat 2 év 8 hónapi fogházbüntetésre ítélték, az ügyvéd most új eljárást szeretne. Ezek a képek 2011. január 15-én készültek a Nyugati téren. A Westbalkánban tartott rendezvényen pánik tört ki, 3 fiatal lány pedig az életét vesztette. Hatálya alá tartoztak volna. Ezek már friss képek a bíróságról. A rendezvény szervezőit, a szórakozó helyet üzemeltető cég vezetőit, illetve a biztonsági szolgált vezetőjét elsőfokon 2 év 8 hónap fogházra ítélte a bíróság, azonban a vádlottak felmentésért, az ügyészség pedig súlyosbításért fellebbezett. Utóbbi álláspontja szerint túl sokan voltak a szórakozó helyen. Nem voltak megteremtve a tűz- és vagyonvédelemnek a feltételei, és nem voltak biztosítva a mentési feltételek. Az egyik áldozat családját képviselő ügyvéd szerint a tragédia ezen a szórakozó helyen, illetve rendezvényen kódolva volt. Az elsőfokú bíróság rendkívül széles bizonyítást folytatott le. Azt gondolom, hogy teljes részletességgel feltárta az ügynek a releváns pontjait. Az ügyvéd szerint első fokon a bűnösség szempontjából kifogástalan ítélet született, szerinte azonban az eltérő felelősség miatt nem lehet ugyanazt a büntetést kiszabni. Ebben a büntetőügyben van. Az első rendű vádlott, a Westbalkánt üzemeltető cég egyik vezetőjének ügyvédje szerint azonban elkapkodták a nyomozást. Aminek, hogyha egy kicsit a nyomozó hatóság több időt szentelt volna, akkor esetleg lehetett volna készíteni egy tisztességes és a helyzetet hűen tükröző helyszíni szemlét. Meg lehetett volna határozni, vagy ki lehetett volna deríteni, hogy ki az, aki felelős ezért az egészen elképesztő pánik helyzetért. Pap Gábor azt mondta, az elsőfokú bíróság is számtalan eljárási hibát vétett. Nem értékelt olyan tanúvallomásokat, amelyek szerinte ügyfele ártatlanságát bizonyítanák. Az ügyvéd szerint több megfelelően jelölt menekülési útvonal is rendelkezésre állt. Ők elsősorban azt szeretnék elérni, ha újra visszakerülne az ügy az elsőfokú bíróságra. A törvényszék pénteken hirdet majd ítéletet.